A lóversenytér és kiállítás, szinte biztosak lehetünk abban, hogy a főszereplők gyerekek, a téma pedig a környezetvédelem és az egészséges életmód. Nincs ez másképp most sem. Május 18-án csütörtökön nyílt meg az Éj egészségesen című kiállítás, ami gyermekrajzokból készült. Egy rajzpályázat kapcsolódott ehhez a kiállításhoz, melyen 10 újpesti általános iskola vett részt, közel 350 alkotással. Az általános iskolások minden év folyamában díjaztuk az alkotásokat, 1-től 8. évfolyamig, és minden korosztályban első, második, harmadik helyezések, illetve külön díjak kerültek kiosztásra, összesen 71 díjazott tanulónak. Az Éj egészségesen felhívás a címben ugyan meglehetősen banálisan hangzik, de higgyék el, illetve nézzék meg, a gyerekek valóban kézzel foghatóvá tudják tenni, mit is jelent ez számukra. A felnőtteknek is tanulságos rajzok ugyanis az egészséges életmód fontos elemeire koncentrálnak. Az elegendő mozgásra, az egészséges táplálkozásra, a káros szokások elhagyására, az elég alvásra, és mentális egészségünk megőrzésére. A rajzokról Szakavatos Júli döntött, ám kedvencei Anitának is vannak. Különös kedvenceim azok a rajzok, ahol megjelenik az egészséges és az egészségtelen életmód kontrasztja. Mind a kettőt bemutatják a diákok egy alkotáson, tehát ezek nagyon látványosak, illetve van egy másik kedvencem, ahol egy válaszút előtt áll egy ember, aki nem tudja, hogy az egészséges vagy az egészségtelen irányba forduljon. Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy érdemes egészségesen élni, és igen, apró dolgokkal is elkezdhetjük ezt az egészséges életmódot, hiszen sokszor nincs időnk sportolni, mozogni, de például, hogyha lift helyett, felvonó helyett a lépcsőt választjuk, már azzal sokat tettünk az egészségünk megóvása érdekében, vagy például kiránduljunk sokat a farkaserdőben, sétáljunk egyet a friss levegőn, és ez a mozgás is felfrissíti a testet és a lelket is. A kiállítás, amely a szervezők reményei szerint nem csak az alkotókat, de talán a látogatókat is kicsivel egészségtudatosabbá teszi, egészen október 15-ig megtekinthető hétköznaponként 9-től este 7-ig a lóversenytéri közösségi házban.